Babian Fable, apád, anyád, ide lőjön. 9. rész. A férfiak felszabadítási frontjának parancsnoka félrelöki a parkolóba gördülő, macsó sportkocsiból kifelé kászálódó nőt, bevágódik a kormány mögé, és csikorgó gumikkal eldönget. Bellok vágtában ér utol a Mazdánál, a lovat hátrahagyva söprünk az elkötött Audi után. Zsöti a Land Roverbe pattan, a meglóduló járgány lendülete előbb meglebegteti, majd becsapdossa a kutya levegőztetés céljából kitárt ajtókat. Ám báj, hiába robogpadlógázzal, az elrabolt sportkocsival szemben még a Mazdának sem sok esélye volna, ha Oxenham nem úgy vezetne, ahogy lovagol, és ha az út akadálytalanul járható lenne. Nem az, mások is haladnak rajta minden létező irányban. Úgy rémlik, Cairo nem kockáztat feleslegesen, és inkább nem előz, ha látótávolságon belül szembe jövőt észlel. Azért persze nem is dugaszolódik be a forgalomba. Nem, ő erre is privát módszert fejlesztett ki, és nyilván az a krédója, hogy aki nem úgy vezet, mint ő, az vágókocsit csinál. Nem klasszikus módon előzget, mint a piti pórok, hanem agresszíven letúrja a patkára az előtte haladókat, így aztán az őt megillető saját sávjában maradhat. Ha az útról ledózerolt autósok által rászort átkok fognának rajta, édesanyja, nénikéje, valamint ő maga is rútul végezné. Próbáljuk kitalálni, mi ütött belé. Veszett rohanására nem találunk magyarázatot. Báj előbb lemarad a csotrogányával, majd eltűnik mögöttünk, ám ettől nem roskadt csüggetten a legközelebbi sarokba. Inkább felhív, és a kihangosított telefonon navigáltatja magát. Kisvártatva megállapítja. Hey, a genyzsák hazafelé tart. Biztos a gázon felette a pörköltet. Tréfán kívül mondtam neked, hogy ő a gyilkos. Kérdeztél tőle valami kritikusat? Csak az alibiét firtattam. Na látod, hát ezért menekül. Tök hangyás a csávó mellesleg. Valóban roppant impulzív, dörmögi Bellok. Akkor hát vonjuk ki őt a forgalomból, ne az úton impulzáljon, sóhajtom. Szerintetek van fegyvere? Momentán aligha. Béli sofőröm, a lovon még fegyvertelen volt, a kocsit rekvirálta. Akkor ezért tép az otthona felé, kúrjant Zsöti. Ott aztán majd páncélököllel fogad minket, különben a padláson lakik, vagyis a tetőtéri kégliben, és tutira ismer egy jó kis egérutat a háztetőkön át. Egy szóval már is vethetjük rá a keresztet. Alfred Speedo meghívta vagy hazavitta a tettest a saját lakásába, szól Daniel. Valószínűleg tartom, hogy gyanútlan volt iránta. Na de melyiktek hívná meg Oxenhamet az otthonába? Azt sugallod, hogy... kérdezem. A skeleton Oxenham bírta volna cipelgetni a megsebesített Spirót? Folytatja Bellok a lelombozást. Attól még, hogy ló hülye, csattan Zseti. Lehet, hogy a gyűrű súlyánál fogva vonszolta a hálószobába, vagy a fotellal együtt tolta át. Aztán később elrendezte, hogy úgy fessen a csatakép, mint az ágyban végezte volna ki. Rengeteg ideje volt rá. Ha újságíró lennél, a saját lakásodon beszélgetnél az interjú alanyaiddal? Szegezi neki Bellok. Ami azt illeti, az én lakásomra nem jöhet fel boldog-boldogtalan. Na látod. Miért? Vetem közbe. Hozzánk már mindenki eljött, boldog és boldogtalan. Volt siratókórus, többféle, gyászoszárok, vidámcsávók. Bingo! Rikoltja báj. Megjött az isteni szikrám. Tudom már, hogyan körözöm le, zsebrevágom a szerenádos tűzoltót. Hogy tudsz ilyenkor a tűzoltóra asszociálni? Nyögöm. Bármiről képes vagyok a bagzásra asszociálni, annyira magaménak akarom azt a vagit. Innen már csak egy ugrás a trubadúr tűzoltó. Segítesz nekem, Deniza? Attól függ, mit találtál ki, sóhajtom. Bérház rengetegbe érkezünk. Óceánjáró hajókra emlékeztető, 8 és 10 emeletes, téglaszínűre festett, régi épületek között kanyargózunk. A hajdani tervezők fantáziás díszítéseket álmodtak a kapuk és az ablakok köré, átjáró hidacskákat függesztettek a háztetők közé, és mivel abszurdnak tartották, hogy akár csak két füstkieresztő is egyforma legyen, ezerféle kéményformát gondoltak ki. A bejáratokhoz vezető lépcső korlátját és a tetőszegélyt vascsipkéből készítették. Oxenham egy sarokház előtt hajítja ki maga alól a kocsit, az ajtót tárva nyitva hagyja, lélek szakad valahol a kapu felé. Bellok a rekvirált Audi mögé kanyarodik a Mazdával, ő sem cicózik a gondos parkolással.
Futólépésben tépünk a könnyű lovassági páncélzatban menekülő Kairó után. Mire áthatulunk a bejáraton, ő már felfelé zögyög az egyetlen lifttel. Az ódon fülke szuszogva, rázódva kapaszkodik a magasba, így aztán a lépcsősoron felfelé loholva mindig pontosan tudjuk, hol tart Oxenham. Előbb érünk a legfelső szintre, mint az elaggott felvonó. Teszünk egy gyors kört a folyosón. Mindössze két lakás nyílik innen. Leghátul a sötétben, tető feliratú fémajtóban végződő, falra szerelt vasgrádics csúnyálik. Visszahúzódunk a lépcsőházba. A lift zökkenve célba bocog. Oxenham feltépi a csörömpölő kovácsolt vas ajtót, liegve nyögdécselve a lakásbejárathoz rohan, kapkodva próbál a zárba találni a kulcsal, közben dőlten rúgdalja az ajtót, mint a sürgetné, hogy jöjjön már ki, még szépen van. Összevillantjuk szemünket Bellokkal. Amint a kulcs fordul a zárban, megállunk Oxenham mellett két felől. Ő ledobja a kulcsomot, brutálisan megrúgja a küszöböt, két tenyere közé fogja a sisakos fejét, és betántorog a hajlékba. Van valami különös oka erre az idegállapotra? Kérdezem. Hallottam a hírekben, hogy Spirót is megölték. Mindjárt gondoltam, hogy én leszek a zsernyákok kedvenc gyanúsítottja. Miért gondolta? Érdeklődöm. Körbenézek a lépcsőházból nyíló multifunkciós helyiségben. A konyha étkező nappali kondizó teremben kényelmetlen, kínos rend honol. A szőnyegek rojtjai katonásan állnak, nem látok egyedülálló férfira jellemző ruházati és kulináris csendéleteket, porszem sincs sehol. Helyjel kínálom Oxenhamet. Ő topogósan körbefordul, kiválaszt egy kemény széket, félfenékkel rátelepszik. Leveszi napszemüvegét. Hosszan keresgéli a megfelelő helyet, ahová biztonságosan lehetetni, közben behajtogatja az okulár szárait. A probléma megoldása után jobb kezével tördelni kezdi balján az ujjakat. Azért, mert Spiro többször is meginterjú volt és lefotózott a készülő könyvéhez, feleli. Hüvelyk és mutatóujját már összegyűrte, rátér a középsőre. Ő is elvált a nejétől, őt is kisemmiszték, ezért pontosan értette férfi emancipációs törekvéseimet. Igaz, nem volt hajlandó velünk tartani, hiába győzködtem, hogy lépjen be a felszabadítók közé. Hol beszélgettek? Mikor látta őt utoljára? Egyszer találkoztunk egy kávézóban, kétszer meg a kórházi étteremben ültünk össze. Ja, és eljött a múltkori tüntetésünkre. Az volt ám a nagyszabású összevont demonstráció. Speedo sokat fotózott közben. Az abortusz ellenesek és a nők plasztikázását elítélők is megjelentek. Remek beszédek hangzottak el, sokan voltunk. Speedo azt ígérte, elolvashatom a kész interjút. Mostanában lenne esedékes. Azt mondta, a visszatér nepáli útjáról, megkeres. Kb. 3 hete láttam őt utoljára. Éppen Sziszelivel beszélgetett az étteremben. Megjegyzem, Sziszelit is gyanúba foghatnák. Az az alak egy testre töltött adrém, kész kóreset, egy fanatikus. Hol járt e hónap 13-án az esti órákban? Én? Ön. Péntek volt. És ha? Péntek 13-a szörnyen szerencsétlen nap, talán ez okozta szegény Speedo vesztét. Mellesleg sejtettem, hogy rosszul végzi, mert elég jó képű, és olyan liberális féle volt. Tehát, merre járt péntek 13-án? Oxenham végtagot cserél, immár a baljával gyűrött Getty tördeli jobb keze ujjait. Tekintete zavarodottan röpköd, olyként, ahogy a szobába tévedt madár kutatja a kijáratot, nyomában a házmacskájával. Hát, lássuk csak, hebegi. Azon a héten nappali műszakban dolgoztam, hogy inkább éjszakás voltam, utána kell néznem. Hol lehet a naptáram? 16 nappal ezelőtt történt. Nem megy fejből. Egyedül él itt. Még szép, na nehogy egyedül. Nem én vagyok az, aki vizet prédikál és bort iszik, és még palló vagy gerenda is van a szemében. Nem én vagyok. Jegyezzék meg az élvemet. Én nem kockáztatok. Barátnője csak van, feltételezi Bellok. Nem, nincs. Vágja rá gyorsan, túlsággal gyorsan. Összeszorítja szemhéját, immár rettentően impulzál. Illetve van, de aznap nem voltam éjszakás, akkor biztosan vele voltam. Mondtam már, hogy színházba, koncertre járok. Zseti toppan a lakásba. Kiköpöm a pejslimet, hogy lehet ilyen lift szegényen élni? Lihegi. Hány emberre jut egyetlen rozzant lift? Na mi van, vallott az ipse?
Haladunk, szól Bellok. Már emlékszik a barátnőjére. Oxenham magasba emeli a kezét, és megrázogatja a hosszú csontváz ujjait. Nem úgy kell érteni a barátnőt, hogy itt lakik, vagy valami. Ha rendet rakott és kielégített, utána mindig hazamegy. Nincs ám, hoppá, elaludtam, meg júj, elment az utolsó busz. Ez itt nem szálloda. Itt csak én vagyok ötcsillagos, hehe. Egyébként perelni fogok. Ön eltulajdonította egy járművet, kezdem. Csak kölcsön vettem egy ismerős tyúktól, ő pedig meg fogja bocsátani, majd beszélek vele. Még azt is elnézi nekem, hogy zúzott lett a kocsi oldala, hadarja. Bezzegén, ütőslökhárítót szereltettem az enyémre, nem műanyag bazakkal járok. Az én tankomon egy karcolás sem talál. Na például ez a tyúk is egy vágóló csináló lovas. A lovast persze idézőjelben értettem. Igen. Nos, nem fog haragudni. Ezzel ne is törődjenek tovább. Végtére is gyilkost keresnek, nem igaz? Most azt fogják kérdezni, miért siettem? Hát, én nem is siettem. Én így vezetek. Sportos alkatom van, nem tehetek róla. Éjszakára megyek dolgozni, úgyhogy ma még aludnom is kell. Ezért volt az igyekezet. Állapodjunk meg abban, hogy maguk most hagynak engem hajcsizni, én meg holnapra viszem az alibit. Rendben, megegyeztünk? A velem szemközti csukott ajtó mögül zörej hallatszik, nem első ízben. A furcsa hangot fémes csörgésnek vélem. Oxenham felemeli a hangját, azzal együtt a feneke is megemelkedik a széken. Ujjaival kalimpálva, cikázó tekintettel tovább impulzál. Kikísérem magukat, ne is várjanak a liftre! Ha az épp nincs az emeleten, fél nap is eltelik, mire felmászik ide. Most szunyálok egy finomat. Amúgy én mindig jól alszom, mert tiszta a bűntudatom. Aztán megnézem a naptáramban, mit is csináltam 13-án, és tüstén megtelefonálok. Isten önökkel, a kocsi ügyet majd elrendezem. Már volt szerencsém említeni. Mi zörög az ajtó mögött? Szúrom közbe. Kétkedem kissé a házigazda tiszta bűntudatában. Ekkor a jócskán bepáncélozott Oxenham mindnyájunkat elképeszt egy váratlanul kivitelezett, közel 4 méteres szöcskeugrással. A szélsebesen sorsára hagyott szék a levegőbe pattan, majd hanyat vágódik. A távolugró feltépi az erkély ajtót és kirohan. Az egér út, rikkantja Zsöti. Nem megmondtam, most mászhatunk a tetőn, mint a kémény túrók. Bellok halk torok hangon felnevet, ám titok marad, mint mulak. Oxenham után lendül, mi is kirohanunk a nyomában. Cairo ekkorra leküzdi az erkély korlátot. Az enyhe lejtésű tetőcserepein billegve botorkál a szembeni házba átvezető, ingatagnak rémlő keskeny hidacska felé. Karjával szélkelepként csapkod egyensúlyozás céljából. A napsütötte zsindelyek meleget ontanak magukból, a felforrósodott levegő déli bábot vibráltat. Édeskedves magaslati légáramlat cirógatja arcomat, a szellőjárás csak nem nesztelem. Épp ezért jól hallatszik, amikor Bellok kibiztosítja a stukkerét. Pár másodperc múlva követem példáját. Zsödi elszámol 3-ig, és csőre tölt. A tető széléhez érkezett Oxenham éppen a vaskorlátos átjáróra lépne, amikor észleli az első csattanást. Bénítólag hat rá a fémes hangocska. A második csatt hallatán felemelt lábával továbbra is a levegőben 180 fokos fordulatot tesz. Rájövök, miért kuncogott Bellok, amikor a fő férfi kiszöcskézett a tetőre. Bizonyára felidézte korábbi kinyilatkoztatását. Jegyezzék meg az elvemet, én nem kockáztatok. Amikor Bájés militarizálja magát, Oxenham leteszi a levegőben feledett lábat, és lehorgat fejjel, visszafelé indul. Daniel és Zsöti eléje siet, mielőtt megest kiújítaná a fogócska játékot. Átszelem a nappalit, megállok a csukott ajtó mellett. Lenyomom a kilincset. Az ajtó nem nyílik, a zárban nincs kulcs. A túloldalon valaki folytottan nyöszörög. Kommandó stílusban küzdöm le az akadályt. A bezárt ajtó mögötti fürdőszobában ifjú nőt lelek. A lány kezét pontosan olyan hosszúságú lánccal bilincselték a forró vizes csőhöz, hogy elérje a vécésészét, ha szükséges. Végtére nem piszkíthat a kőre, mint egy rühes macska, hiszen Oxenham oly kényes a rendre. Száját széles ragasztó szalag némítja. Mikor meglát, nem kezd vonaglásba, fetrengésbe, nem sürgeti a szabadítást, inkább rémültnek hat. Lehajtja a fejét, válig érő fekete haja eltakarja az arcát. Először is készítek róla néhány fotót a mobiltelefonnal.
aztán gyors mozdulattal letépem arcáról a ragasztócsíkot. A lány azonnal rázendít. Én igyekeztem csendben maradni, nem tehetek róla, hogy meghallottak. Bocsáss meg, drágám, nem tehetek róla. Az ajtóban szobrozó három pasas meglepetnek rémlik. Oxenham észbe kap. Semmi baj, Rina, kicsi mogyorom, semmi baj, gügyögi. Akkor most eloldozlak, ne aggódj, szeretlek. Biztosan szeretsz? Biztosan, jó kislány vagy. Már nem maragszol a másik dolog miatt? Nem maragszom, imádlak, hazamehetsz. De ugye nem dobsz el, holnap is eljöhetek. Felhívlak, szerelmes mogyorom, légy jó kislány. Elnézést, hogy belegőgicsélek, szólok. A jó kislányokat magánál a vízcsőhöz láncolják. Csak játszottunk, hallhatta. Mi köze a magánéletemhez? Tűrhetetlen, tűrhetetlen, kodácsolja. Beperelem magukat. Beragasztják a szájukat, és enni sem kapnak. Firtatózom tovább. Evett, minden nap kapott kaját. Igaz, mogyorom? Igen, igaz, kaptam enni. Jól van, majd kiderül, ki mond igazat, ha megvizsgáljuk a gyomortartalmat. A lány szája legörbül, arca elfintrodik. Az én gyomortartalmamat? De hisz nem is ölt meg. Akkor hogyan vizsgálják meg a gyomortartalmamat? A boncolásnál mindig minden kiderül, felelem. De Cairo nem szokott megölni, csak pár napra ide csuk időnként. Nem túl sűrűn, csak ha megharagítom. Legközelebb szebben takarítok, esküszöm. Mogyorom, te hallgass, majd én beszélek. Nem veszed észre, hogy hülyét csinál belőled? Utóvégre az sem tűnt fel neki, amit maga csinál belőle, tör meg Ibellok. Báj utálkozva felcsattam. Nem érdekel, mi folyik itt. Cairo Oxenham, letartóztatom. Én kértem, hogy bilincseljen ide, sikolt a lány. Letoljon, mivel tart a markában, kis csübém, förmed rázsati. Letartóztatom ezt a patkányt. Cairo Oxenham, három ember meggyilkolásával gyanúsítjuk. Oxenham leszegi a fejét, és báj gyomrába öklel. Útra könnyű sisakja a megfeszített hasfalnak ütközik, és rugalmasan visszapattan. Bellok a hátra tántorodó Cairo karjáért nyúl, bilincset csattint rá. Arccal a falhoz támasztja a korpuszt, és megkopogtatja a gerincvédőjét. Mit gondoltok, golyóálló? Kérdezi. Meddig tart kipróbálni? Von vállat, báj. Lelövik, lepuffantják a kutyát? Sivalog Rina. Szétlocsantják az agyvelejét? Rásandítok. Igaz lehet a mondás a zsákról és a foltjáról, legyintek. Nem szükséges lövöldözni, ha lekapjuk róla a gerinctámaszt, szétfolyik, mint a takony. Nem én öltem meg őket, üvölti Oxenham. Nem én voltam, utáltam a dokikat, mert lenéztek és hülyébe vettek, de nem én öltem meg őket. Azért rohantam el a lovardából, mert megfélemlítettek, ügyvédet akarok. Zsöti kivereszti szemét, eltartja száját, a hatás kedvéért jócskán nyálladzik is. Mink? He? Mink félemlítettük meg, habogja. Azt mivel? Ügyvédet akarok! Bellok fixálja a fickót a forró vizes csőnél. Rinát leoldja onnan, kivezeti a fürdőszobából, behajtja mögötte a romos ajtót. A lány kíséretében végig sétál a steril lakáson, benyit a faburkolatos, belső zsalogáteres hálószobába, szemügyre veszi a köröm fekete ágyneműt, a helyiség egyik falát elfoglaló tükörajtós szekrényt. Rina szájára teszi a mutató ujját, másik kezével Bellok könyökét bögdösi. E módszerrel a bal szélső tolóajtóhoz jutnak, a lány kinyittatja azt, és a felső pórcra mutogat. Különböző méretű skatulyák sorakoznak egymáson, oly precízen elpakolva, hogy egyetlen milliméter sem maradjon kihasználatlanul. Rina sürgősen jelezget, hogy Daniel szedje le a dobozokat és kukancson beléjük. A következő percekben bepillantást nyerünk Oxenham egyszemélyes, ezerarcú szexuális életébe. A sokféle segédeszköz láttán megértjük, miért nincs szüksége önálló akaratú, igazi nőre. Zsöti fejőgépeknek nevezi a soknyi marok játékszert, melyek bemenete szájat, vaginát, öklöt, giotint, mellközt vagy ánuszt formáz, a puhatapintású szopacsok élénk színűek, csörögnek, cuppognak, csammognak, vibrálnak, továbbá vákumot is képeznek. Bellok nem hajlandó kinyitni több dobozt. A lány hevesen integet. Beszélni nem tudsz, magyaró, mordul rá Zsöti. Rina sajátos jelrendszerrel adja értésre. Bajba kerül, ha Oxenham meghallja, hogy segít nekünk. Azt is lejeleli, hogy nem tudja, melyik dobozban található az, ami szerinte érdekelhet minket. Így aztán további játékszerekkel ismerkedünk meg. Végül
Az utolsó dobozból valóban érdekes holmi kerül elő. A két pasas tüstént rábukik a csíramentesen elcsomagolt Berettára. Ilyen fegyverrel végezték ki Montont, Kiflont és Spirót. A nap további része a bekutricázott Oxenham faggatásával telik. A letartóztatott FFF vezér váratlanul émeítően alázatossá, egyszer mind zavarodottá válik, ám ronda szokását megtartja, tévedésből sem mond igazat, és nem hazudik kétszer egyformán. Amikor a házkutatást végző csapat vezetője megtelefonálja, mit találtak a héderében, különböző rejtekhelyeken, Oxenham megnémul. Mi pedig megértjük, hogy lomtalanítási célzattal álmok futott haza a lovardából, midől felfogta, hogy a zsaruk ráindultak. A szakértő másnapra ígér választ azon egyszerű kérdésre, miszerint a maszturbátor kollekció között lehet Beretta azonos-e a gyilkos fegyverrel. Ám azt már bizonyosra tudja, hogy Spirót is azzal a pisztolyjal végezték ki, amellyel Montont és Cliftont. Nem érzek elégedettséget, miután elvezetik Oxenhamet, és Zsöti szóló diadalmenetté lényegülve elhúz strandolni, az asztalomhoz ülök, mélázón hintázgatok a székkel. Erről szanatóriumban henyélő zsarutásam Lacó jut eszembe, amint székét az esés határig hátradöntve, hanyagul hintázgatva lóg a telefonon, mély torokhangon mormolja a kagylóba a bigefűzögető igéket, közben kaporált lök dús-húsú szája sarkába, és a feneke alatt lobbantja lángra a gyufát. Amíg ilyen férfiak születnek, kinek kell vibrátor? Ellapozom az emlékképet. Kedvem támad egy cigarettára, azon belül a rágyújtós, ujjak közt forgatós, hamulepeckölős, füstkarika eregetős ceremóniára. Ám a spangli keserűjét, szagát, folytogatós velejáróit magasról utálom. Lecsupaszítom az óhajtást, hiányzik valami az ujjaim közül a számból. Bekapok egy cerka véget, és ekkor eszembe rémlik, hogy hasonló levezetéssel el lehet jutni a masztizós szettig. Nagyot harapok a ceruzába, és felnevetek. Bálok az épületben barangol. Mezzó ügyében mozgatja a szálakat, fél óra múlva randizunk a Mazdánál. Addig is felfigyelek az asztalomon heverő videókazettára. Az átlátszó fóliába burkolt csomagon a nevemet olvasom. Kibontom a küldeményt. Félbehajtott papírlap csusszan elő a védődobozból. Té, hölgyem! A napokban erősen érdeklődött az alibim iránt. Mindkét kérdéses éjszakán Loki Lazán forgatásán vettem részt. A mellékelt filmen megtekintheti, milyen fontos munkát végzünk a köz javára és elégedettségére. A stáb tagjai kézjegyükkel igazolták alibimet. Kérem, a további zaklatástól tekintsen el. Üdvözlettel, prof. dr. Bible Müller. Jó kis keresztnév. Biztosan nem győzött eleget hálálkodni érte a szüleinek. Az asztallaphoz kocogtatom a doboz sarkát. Újabb papírlap siklik a kezembe. Ezen azt olvasom, hogy a lélekbúvár mindkét alkalommal egész éjszaka a leleplező műsor felvételén tartózkodott, az állítást 15 aláírás szentesíti. Na de hol a pecsét? Hümmögve fordulok a szemközti számítógépnél gubbasztó Trenthez. Kérlek, járj utána, mennyire bombaálló Müller doki alibije? Trent kikantikál a monitor széle mellett. Most komolyan? Vagy csak a rendkedvéért? Ez miféle megkülönböztetés? Kérdezem. Tudod mit? Ne is felej. Komolyan kapard meg, merre járt a kérdéses éjszakákon, és azt is tudni szeretném, hol volt 13-án este. Szerinted nem Oxenham csinálta? Ezt kell kiderítenünk, morgom, ugyanis ez a munkánk. A lejátszóba nyomom a kazettát. Némi dühöngéssel, elegy egerészéssel monitorra csalogatom a képet. A Szégyentelenek című valóságfilm sorozat Csapodárok alcímű epizódjának leleplezési jelenetét Monton meggyilkolásának éjjelén vették fel. A film elejét bemutatkozik a férje hűtlenségétől tartó nő. Loki Lazán szörnyűködve együttérzően hallgatja panaszait, sorra veszik a gyanújeleket. Rövid reklám következik, ezt átugrom, majd Lazán magánkopóival együtt a Csélcsap férj után eredünk, követjük őt a kocsmába, a tekepályára, a konditerembe, a munkahelyére. És hoppá! A fickó éjszakás küldöncként dolgozik egy nagy cégnél, csomagokat fubaroz egyik telephelyről a másikra, ám szinte naponta útba ejt egy munkaköridegen helyszínt is, és besúran egy takaros családi ház adventi koszorús ajtaján.
Leböngészem a nevet a hanyagul kitakart résztábláról. Manderli. Anyám, priznicáj! Röpke szárnyas betét, kopaszodás gátló, és milyen autóval sápasztok szomszédainkat, jellegű cuccajálló kerül sorra, ezt 60-szoros gyorsításban nézem végig, közben Trent megjelenik mellettem, és lecsütsen az asztal sarkára. A modern technikával felszerelkezett privát kopók a reluxerésein át solymolják a ház földszintjén dúló eseményeket. A házasságtörők felcsókolóznak a kivilágított emeletre, itt már nem látják szükségét a szemérmes függönyözésnek. Így aztán megtekinthetjük vehemes szeretkezésüket. Na persze az arcuk és intim testrészeik cenzúra homályba vesznek. Utóvégre személyiségi jogok is vannak a világon. Az ablakra célzott kamera a fürdőszobába is követi a frit gyalázókat. A pacefejűvé cenzúrázott pár újabb gerjedelembe őrül a zuhany alatt, ez melmasszással veszi kezdetét, heregyűrögetéssel, pénisznyújtó gyakorlattal, majd térdeplésben folytatódik, beletekerek. A barátnőt férje tud-e szerelmi háromszögetekről? Kérdezem Trentet. Jaj, de hogy, a gyerekek! Sziszenek kérdezett, továbbra is a képernyőre meredve. Ami azt illeti a következő jelenet, a legszkeptikusabb nézőt is meggyőzi arról, hogy ez a férj bizony hűtlenkedik. A gazvickó álló helyzetben teszi magáévá, számításaim szerint fél órán belül harmadízben a Manderli ház asszonyát. A felek heves csípőlökések és csavarások közepette a fürdőszoba ablakhoz rántorodnak. A kamera tüstént ráközelít a nő ritmikusan odanyomódó szétterülő farpofájra. Egyszer csak az üveg nem bírja tovább a mind hevesebb döfölést, és átengedi a szenvedélyes feleket. Az ablak és frittörők majdnem kizuhannak a téli tájba. Lazán felháborodott hangú kommentárja szerint meg is érdemelnék. Isten újja lenne! Némi vér is folyik. A kötelező reklámszünet után a Leleplezés című fejezetet láthatjuk, amelyben levetítik a filmet a gyanakvó nejnek, miáltal az gyanakvóból tomboló nejjé alakul át. Ezután a találkahelyre indulnak vele. Hárman ülnek a kocsiban a sofőr mögött, az átkozódva zokogó nő egyik oldalán lazán ad hangot határtalan megbotránkozásának. Eltökélem, hogy alkalomattán megérdeklődöm tőle, miért sérti őt a nemi élet. A másik oldalon Prof. Bible Müller üldögél, megbántott arckifejezéssel, mint mindig, és olykor így szól, amúgy lélekgyógyásosan. Hát kérem, az élet nem habos sütike. Kisvártatva megérkeznek a tetthelyre. A találkaházból kilépő férj frontálisan kapja féltéglagyan át neki zúduló hitvesét. A lebukott himpellér kabát szakadtáig tagad, bőszneje hajat tép, herét rúg, boxol, visítozik. A szerető kiszalad a házból, és összedett kézzel könyörög a stábnak. Jaj, felneverjék a szomszédokat, ne csinálnak feltűnést az ő tisztes otthonánál. Lazan tüstént értelmezni kezdi a tisztes otthon fogalmát, világi és vallás erkölcsi szempontból egyaránt. A megcsalt nő felfigyel rimánkodó riválisára. Legott felvíjog, és egy percre futni hagyja hűtlen urát, hogy inkább a te büdös ribanccal boxoljon. A magánvizslák közbelépnek, szétválasztják az összegabajodott küzdőket, ám rövidesen kezdhetik előről. Különféle színű és hosszúságú hajcsomók, ruhalafancok lepegnek a télies éjszakában. Müller doktor mindenkit megnyugtat, miszerint az élet nem szent mise. Jézusom, nyöszörök Trent a dramolettet nézve. Meg lehet szörnyű volna, ha lebuknánk, de akkor legalább elválna is hozzám jönne. Mióta ígéri? Régen, de hát még kicsik a gyerekek. Tudom, ezt meg kell értenem, de akkor is nagyon nehéz a helyzetem. Elképzelni se bírod, milyen rémes a magány. Hétvégén, ünnepnapon mindig egyedül vagyok, hiszen neki első a családja. Karácsonykor majdnem öngyilkos lettem, csak is azért maradtam életben, mert villanysütőm van. Ha beledugom a fejem, maximum leég a hajam. Csupán morzsákat kapok a szerelmemből, aprócska morzsákat. Enyén düllett, nagy, sötét, szomorú szemét, homlokába hulló göndörfürtjeit nézem. Tehát ilyen az élet, ha az ember házas asszonyt szeret. Leítatom homlokáról a verítéket. Mire végzek, elkezdődik a második film, ez Clifton doktor halála napján ért a végkifejlett felvételéhez. A Bolti Tolvaj alcímű epizódban egy éjszaka is nyitva tartó üzlet kasszafosztogató alkalmazottját leplezik le Lazán kopói. A kórosan sovány, karikás szemű, szürkebőrű, vibráló lány az üzletben elhelyezett kamerákat kijátszva
beleeszik, beleiszik az áruba, aztán visszazárja, újra csomagolja a megdésmált portékát. A dugón keresztül szúrt tűvel, fecskendőbe szivattyúzza a megkívánt italt, majd teát vagy vizet tölt a helyére. Bankjegyek egy gyűr zsebre, villámgyorsan eltünteti a pultján feledett pénztárcát, szándékosan hibázik a blokkolásnál. Mindezt a lazán vizslái által elrejtett kamerák rögzítik. Vetítés közben 32 reklámszünettel csigázzák a nagy érdeműt, mi már falat bontanánk idegességünkben, mire a szembesítéshez jutunk. A lelepezett bolti sarka kiborul, és Müller vállán zokogja, hogy azért botlik újra meg újra, mert képtelen lecsavarodni az anyagról. A lélekbúvár azt feleli, legyen erős, ítsen be a csábításoknak, menjen elvonóra, vagy forduljon az egyházhoz, és persze ne feledje, az élet nem csupa szalonna pörc zaválás. Keresztet rajzol a vétkes lányra, az megragadja és megcsókolja Müller kezét. Míg az agyász missziózik, az üzlet tulajdonosa telít időből kiabál. Követelem, hogy térítse meg a káromat, életfogytiglan járna az ilyennek! Kikapcsolom a készüléket. Kapargass meg ezt az alibit, szólok Trentnek. Az ajtó felé indulok, mielőtt még lekésném a légyottot. Sietek, elvégre nős pasassal randizom. Mi bajod Müllerrel? Nyögi a zsarutás. Ez egy szent, sőt, ha lazánt is számolom, akkor kettő. Nekem ne szentek legyenek, azt kéne elhinnem róluk, hogy emberi lények, sóhajtom. Feltűnés nélkül csináld. Az előcsarnokon átvágva megtorpanok néhány pillanatra, ugyanis a recepciós pult fölött függő kivetítőn manér szóvivőt látom, amint széles mosolyjal nyilatkozik a délutáni híradóban, elhűságolva a zaklatott közvéleménynek, a polgárok mától újra nyugodtan alhatnak, a megfeszítő gyilkos rendőrkézre került. Jaj nekem, ha ő mondja, így kell lennie. A börtönben röplabda meccset rendeznek, ebből következően csak nem mindenki a Kóter udvaron lesz. Lipovszki és Delgado zavartalanul átkutathatja Rucker celláját. Mivel a lófarkas kommandós egyszerre két helyen nem tartózkodhat, Belok megkérdezi, beugrom-e Steve helyett a zárdában. A Pokol negyed csúf nevű, kriminalisztikai szempontból meglehetősen fertőzött városrészben működő zárda nővérei napposzat az utcákat járják, az lévén küldetésük, hogy felkutassák és talpra segítsék az elesetteket. Sok kallódó fiatal, lakástalan és lecsúszott személy köszönheti nekik, hogy időben odaértek a zsaruk, a mentők, a szociális gondozók, hogy munkára, hitre, biztató szóra leltek. Ám hivatásuk gyakorlása közben mind több támadás éri a tisztelendő anyákat. Már most, az utóbbi időben országszerte csúnya változásokat mutatnak a bűnügyi statisztikák. A tendencia egyébként az egész bolygóra jellemző. A bűnözők módszerei mind brutálisabbak, ezokból gyarapodott a rendőr, árvák és özvegyek száma is. A zsaruminiszter több pénzt, fejlettebb technikát követelt a bűnöldözés számára a szenátusban. A hon atyái többé-kevésbé teljesítették kívánságát, és még meg is fejelték egy ajándékkal. A mi hatókörzetünk, az akciózsarukat is beleértve, Radír atyát kapta. Radír atya bővérű, vikkedélyű, fiatalos férfiú. Haja pilises, arca gömböc, alakja hóemberes. Szeret enni, inni, bőrt kergetni, motrozni. A testület tagjai boldogan gyónnak neki, mert vitkeiket nem több napos rózsafüzér olvasással torolja meg, hanem joviálisan kijelenti, botlásodra boruljon Radír. Innen ered becéző neve, amúgy kissé furabogár ragaszkodik ahhoz, hogy valamely rég feledésbe merült szerzetesen bágyat barna színű, durva darocból tákolt kámzsás ruhájában járjon, derekán kordával. Roppant módon szőrzetes alsó végtagján spárgafűzős, mezitlábas bakancs klaffog. Ebben az öltözetben pattam motorra, és lobogó csuhában combvillogtatva dönget az utakon. Ugyancsak különckedő oknál fogva a speciális fejvédőt visel a motorozáshoz, a lovagi sisak rostéját jókora keresztékesíti. Radír atya rendőrségi alkalmazásban oszt áldást, megáldja a bűnözők elfogására induló zsarukat, a golyóálló melléit, a tonfát, a hang- és fénygránátot, a csatavárdot, a petrikványékat szállító furgon kerekeit, a gazdtevők lesételéséhez gyűjtött bizonyítékaimat, a lábaim nyomát, de még Zsötit is. Szabad idejében házat is szentel. Minap úszómedence, avatásra volt hivatalos, és mert fergeteges hangulat kerekedett,
Radír atya a svéd asztalos büfét is meghintette szentelt vízzel. Ebből következően szentelt sajt salátát ettem szentelt kaszinótojással, a lakomát szentelt sörrel öblítettem le. Tőle származik az ötlet, hogy a pokolnegyed nővérei tanuljanak önvédelmet. Hetente egy alkalommal Bellok és Delgado ellátogat a zárdába, és harcművészetre okítja az apácákat. A nővérek az utcai ruhájukat viselik az edzésen, úgy vélekedvén ez lesz rajtuk akkor is, amikor majd támadás éri őket. Elsorolják, milyen természetű atrocitásokat szenvedtek el eddigi tevékenységük során. Kezdésnek lögdösödés, pofoszkodás, melbevágás kezelését, leszerelését gyakoroljuk. Daniel, a Ganef, a rossz fiú, én alakítom a zárda szüzet. Miután bemutatjuk a védekezési technikákat, ők velünk és egymással is elpróbálják azokat. Megegyezésünk értelmében a keresztnevükön szólítjuk egymást, mellőzzük az anyám, nővérem, Szent Buter, rendőrbácsi, Pipifül megszólítást. A neveket a keblekre tűzett kártyákról olvassuk le. Az enyémben ez áll, Steve, ugyanis Delgádót várták helyettem. Eszter megjegyzi, meg ne haragudjak, de ő szórakoztatóbbnak találja, amikor Steve játsza az apáca szerepet. Delgado hajlandó pingvérruhát, fityulát ölteni, és szemérmes sikolyokat hallat a nemi erőszaktevő elleni harc hevében. Ők pedig rengeteget nevetnek, tengel sok kék-zöld foltot szereznek, ám még annál is többet tanulnak, és mostanában már észrelhető az irántuk támadt tisztelet az utcákon. Egyébként, folytatja Eszter, rémes bántalomban volt része minap, amikor a járda mocskában fetrengő fel a barátja fölé hajolt, az delíriumos rohamában leteperte őt. Bellok nyomban lefekszik a tatamira, és buzgón delirálni kezd. Vagyis rukja sincs hol van, hiszen a mája viharsebesen bomladozik, továbbá az agya is elszállt, mindezek folytán viselkedése zavart, paranoiás és agresszív. A ketyús vickó fölé hajolok, ő pedig megpróbál kinyírni. Koncepciója sincs, miként vigye véghez, ezért egyszerre művel mindent. Folytogat, harap, öklöz és fejel. Tudom, hogy beteg, ám inkább azt tartom észben, hogy halálosan veszélyes. Néhány mozdulattal mozgásképtelenné teszem a T-bolygót, és nem éppen kisasszonyos finomsággal hasra fordítom. Térdel leszorítom a továbbra is vergődő fickó fejét, hogy ne kezdhesse újra a pattogást. Aztán fogásról fogásra bemutatjuk a technikát, és egyenként begyakoroljuk mindenkivel. Beatrix nővér panaszkodik. Tegnap beszélgetni próbált az utcán drogozó suhancokkal, egyikük lehajolt, váratlanul felrántotta a ruhát a nyakába, és csomót kötött rá. Ő meg gyakorolhatta a keresztényi megbocsátást, becsomagolva, kiröhögötten, alsó neműben. Bellok megpróbálkozik velem. Mielőtt azonban még a szoknyám széléhez érhetnék, a kéz fejéhez taposok, a másik karját hátra, majd a nyaka köré csavarom. A fájdalom élmény térdre készteti a támadót. Beatrix elpróbálja a tanultat. Amikor Daniel már kalodafogásban görnyedezik a lábainál, ő szabad kezével megáldja az ellene vétkezőt, majd előkapja szent könyvét és felolvasásba kezd. Érdeklődésemre azt feleli, abban bizakszik, hogy a majdani éles helyzetben az ige hallatán a lábon hagyott suhancok is megtérnek. Miért is ne? Sóhajtom. Ha jól tépi az igét? Igaza van, lepje meg őket, vigyorog Bellok. Az óra végének közelettével ösztáncot hirdet, ekkor kiderül, mi képzettek a hosszú szoknyás, fityulás tanítványok. Élmény nézni, és ők is élvezik a lábemelgetős, ugrálós, forgolódós testmozgást. Legvégül, amikor mindenki a sarkán ül, és mély légvételekkel foglalja el magát, körbe küldök egy fényképet a díszkésről. Egyenként megtekintik a megfeszített Krisztust ábrázoló, egyes pengében végződő tárgyat. Némán várakoznak a kérdésre. Láttak már ilyet, vagy ehhez hasonlót? Firtatom. Ágnes bólint. Láttam, nagyon fiatal koromban van, és jó régen, egy könyvborítón, a középkorban játszódó történetben egy barát megelégelte a rangosabb papok és más uraságok dőzsölését, készítetett egy megtorló kést a kovácssal, és Jézus nevében nekilátott, hogy kiírtsa az istenteleneket. A jobb szemükön át döfött áldozatai agyába, ugyanis ez letális. A kiszúrt szem lett a kézjegye. Emlékszem, iszonyúan izgalmas volt a regény vége. Egyik alkalommal nem sikerült álmában meglepni az istentelent, ezért a barátnak menekülnie kellett. Felkapaszkodott egy fogatra, ám az üldözés miatt a lovak megborkosodtak, kitépték magukat a hámból, és otthagyták a kocsit, az meg gurult tovább a lejtők,
Közben potyogtak kifelé a kerekei. Ágnes a mellkasára szorítja tenyerét, nagyot szusszan és elmosolyodik. Még most is izgatott leszek, látják? Szóval az elszabadult fogat végül a szakadékba zuhant, a megtorló barát elhalálozott. Sokan siratták, szobrot állítottak az emlékének. Megtorló barát? Kérdezem. Kitől is hallotta meg kifejezést? Jutalomnyalókát Belloknak. Igen, ez volt a neve, a néptől kapta. A könyv címe is ez. A megtorló barát. Az író nevére nem emlékszem. Jókor a Corpus Christi dísztör volt a borítót, ugyanolyan, mint a maga fényképén. A mi kegytárt boltunkban is kapható nagyméretű kereszt feszület. Tudja, némelyek úgy vélik, mennél méretesebb jelképet vesznek, annál jobban magukhoz vonzák Isten figyelmét, háláját, jó indulatát. Visszatérve a regényre, butácska fruska voltam, és a történet zavarodottá tett. Tudtam, hogy nem erkölcsös, ha a megtorló barátnak drukkolok, mégis úgy éreztem, az istentelenek megérdemelték bal sorsukat. Később rádöbbentem, hogy ez az alak egy lopakodó, alattomos, gyáva gyilkos. Legalább megküzdött volna az istentelenekkel, hogy a fejükre olvasta volna, miért is döf kést az agyukba. Most már csak nevetek ezen, de akkoriban komolyan megrendültem. Megköszönöm a segítséget. A zuhanyozás mellőzésével agyonizzadtan vetődünk a kocsiba, és padlógázzal sietünk haza szeretteinkhez. Még sosem voltam ilyen sokáig távol zsebihaltól, sóhajtozom. Annyira hiányzik, hogy menten újraindul a tejképzésem. Bellok rám villantja a szemét. Épp a választ fogalmazza, miről megszólal a telefonja. A kijelzőn megjelenő név láttál, kiangosítja a hívást. Nyerő ötlet volt a titkos kutatás, újjong Delgado. Megtaláltuk Ruger telefonját a cellában. Kikapcsolt állapotban rejtegeti, nincs benne egyetlen hívás infó sem. Mindegy neki, ismerjük az adatait, rácuppanhatunk. Patrick épp az engedély megszerzésén ügyködik. Első kérdés, miként jutott a készülékhez? Szól Bellok. A snasz smasszernő révén, találgat Delgado. Úgy van, alig, hanem a snasszer csempészte be hozzá. Második kérdés, a múltkori keresésnél miért nem találták meg az őrök? Azóta nem volt láthatás. Metzó női bőriben dolgozott hajdan, de férfi foglárok is voltak ott. Lenyomozzuk, ismerheti a Ruger őrzőit, azt is kik végezték az eredménytelen kutatást. Valamelyikükkel tutira összeszűrte a levet, ha nem cimborasságból, akkor jattélt. Vasárnap megy beszélőre a pasiához, Vine szervezi a lekapcsolási akciót. Remek, egy púppal kevesebb lesz a hátunkon. Sóhajt Daniel. Alig, hogy befejezi a csevegést, prüttyent a telefonom. Trent közli velem. Már is halálos biztonsággal kijelentetem, hogy Müller alibije tűzálló, csókálló, atombiztos, tutifix. A vágó megmutatta az eredeti felvételeket a pontos dátummal, időponttal. Ha Müller nem lehetett egyidejűleg két helyen, akkor a forgatáson volt a hírigek időpontjában. Törődj bele, hogy Cairo Oxenham a Nunász gyilkos. Na, meg se dicsérsz? Szuper vagy, Trent. Ettől függetlenül úgy gondolom, Oxenham egy grand minor. Ő nem packázik pasikkal. Azért olyan fenemód nőgyűlölő, mert rájött, hogy a bigékkel könnyebben elbír. És a lakásán talált fegyverek, a beretta, a gránátok, a nyílpuska. Fogadsz velem, hogy az ő berettája nem az a beretta? Ha mindent ilyen pöpin tudsz, jósold már meg nekem, mikor válik el a szerelmem a férjétől. Ismerek egy Ramona nevű látnokasszony, fordulj hozzá válaszért. Meg is teszem. Jaj, Deniza, megint egy hosszú, magányos hétvége vár rám. Sajnálsz? Hörrentve bontom a kontaktust. Bellok, rám vigyorog. Grand Minor. A medencébe merülünk. Jurája nyitott szemmel, lelkesen csápol a víz alatt, elevickél az apjához. Mindketten megörülnek a találkozásnak. Daniel kiragadja a fiát a mélyből, és meglóbálja a levegőben. Zsebihal kap az alkalmon, gyorsan légcserél, majd baba nyelven elmeséli, mit csinált egész nap. Ezután visszamerítkezik a vízbe, és kézzel lábbal lapátolva elbúvárkodik hozzám. Amikor elfárad, keresztbe fordul a felszínen lebegő atya hasán, fülét annak mellkasára helyezi, és ajak berregtetve, nyálbuborékosan elmagyarázza, hogy apukája belsejében valami szívdobog. Ezt tisztázva, megpaskolgatja a vizet, megpróbál belesiklani, ám Bellok elkapja a bokáját, és nem engedi. Nevetgélve küzdenek, birkóznak. Melléjük úszom, a Dead átmászik a hátamra,
teknős békásat játszunk. A kamaszlány búvár szemüvegbe meregeti a bogarakat a medence szélénél, és úgy dönt, ő is elbeszéli a nap történetét. Kiengedték a kórházból a légpuskás spórát, kezdi. Ella, sóhajtok. Gyors pillantást vet a maszkba, és az egyik kimentett rovart visszapöccinti a körmehegyével. Elutasították a kegyelmi kérvényre, közli vele, és új beggyel a víz alá nyomja az elítéltet. Rám villantja a szemét, vállat von. Bögölj, kiszedjem, akarod lélegeztetni? Na szóval a sejthalmaz kijött a kórházból, csak azt nem tudom, mihez fog kezdeni, mert az egyik lába, meg az átellenes karja gipszben van, azon felül nyakmerevítőt is visel. Ráadásul kerekes székben gurulászik, de írtóra bénázik a gipszes karjával, ezért sokszor csak körbe-körbe halad, mint a ringlispil. Majd átmész hozzá, és megkérdezed, segíthetsz-e neki valamiben, szólok. Hunyorogva mered rám, úgy nézeget, mint a most látna először. Disneylandbe ne vigyelek, hörren. Menjen át hozzá a kiéhezett medvekoma. Mi van veled? Hol forgolódtál ma? Most jövünk az apácáktól, mondja az apja. Késő lett volna otthagyni Denizát? Már nagyon nem szűz oda, igaz? Be se vennék. Jaj, hadd folytassam. Szóval tudjátok, a sarki házban lakik az a fura házas pár, azok a sitteség. Ne nézzetek ilyen hülyén, ti meséltétek, hogy a pasas bőriben volt, nőverés, erőszakozás miatt. A spinéni megolvasta róla a zsarulabban, hogy milyen állatias, és egyből belezúgott. Írta neki a nyálas szerelmes leveleket kilószám, és amikor a pasakot kiengedték végre, elrohantak a paphoz. Na, azóta szegény sittes folyton gipszben, pólyában mászkál, úgy értem kötés pólyában, nem bébiében. Hol a lába, hol a karja, hol a válla, hol az álla van felkötve, bemumiázva. Azt beszélik, az asszony a borzasztóan verekedős, de azért írtó boldogok. Ma összefutott a két kerekes székes ipse, a légpuskás meg a sittes. Halálira megörültek a talinak. Összehasonlítgatták a gipszeiket, kongatták és kopogtatták, ki a keményebb. És még dedikálták is egymásnak. Ordibálva dicsekedtek a jó kis törésekkel, szakadt szalagokkal, ficamokkal, zúzódásokkal, aztán szék-szék mellett elgurultak a krimóba. Délután a spinéni a férjéért indult. Bellok megtorpedózottan lesüllyed a fenékre. Befogom a fülemet. Jurájen kacarászva az apja után merül. Na, ne izéljetek már! Nyafogja a kamasz. Még nincs vége! Daniel felbukkal levegőért, kalimpáló ivadékát a feje fölé tartja. Ne kínozz, véres napunk volt, könyörög a lányának. Nektek, amikor én lettem itt hagyva az öcsikémmel, most már teljesen megértem Deliza viszonyát Martinhoz, pedig már abból is tanulhattam volna, hogy amikor Lórit akartam, rávettetek, hogy suli után dolgozzak néhány hétig egy állatkereskedésben, és azóta egyáltalán nem akarok Lórit. Na, mit is próbálok ezzel kifejezni? Ja igen, ma eljutottam az egykeség akarásáig, már soha többé nem lehetek egyke? Nem lehetsz, én az voltam. Nézd meg, önző, mogorva pasas lettem. Nem baj, Daniel, én így is szeretlek, végül is az apám vagy. Szóval már egész nap fürödtünk, homokoztunk, hintáztunk, azon kívül fel kellett olvasnom Zsebihalnak, Daneld új regényéből, és meglátszik, hogy Deniza forgatja a könyvet, mert az állandóan annál a résznél nyílt ki, ahol a hős meg a hősnő, szóval itt-óra nyálaskodnak az ágyban. Daneld honnan tud ilyeneket? Olyan nyugis, elvont lükepasasnak látszik. 10 000 mesekönyv van a házban, jelzi az atya. Jurájennek a Daneld könyv borítója tetszett meg, biztosan a ló miatt, abból kellett felolvastam és punktum. Most legalább már tudjuk, hogy a szűznemzés kamu, szemen szeret baromság. Szóval a spinéni elment a börisért a krimóba, de azt ellentmondott neki, mert a légpuskás spóra felpöckölte őt, hogy na mi van, berezelsz a banyától. A két kezdetleges intelligencia addig csinálta ezt, megjegyzem jó hangosan és utcahosszat, míg csak a spinéni meg nem sértődött, és amikor a férje nemiszer nevet adott neki, ő ezért beleborította a pasakokat a vízelvezető árokba tolószékestől. Már mindhármukat elvitték, szortírozva persze, a spirinit a jardra, a spórát a balesetire, a börist meg a dirizs gondozóba, tudnélik az árok mélyén, arról kezdett kiaválni, hogy mosópornya lábokkal sugarazzák őt a kozmoszból egy zseblámpa üveges testén keresztül, 110 Celsius fokos szögben, főleg csütteki és szomdai napokon. Na egyébként Iris és Gabriel is velünk volt egész nap. Én akár el is mehettem volna, de tűrhetően telt az idő. Daneld ma nem gyújtott fel semmit. Martin csajozik. Ja, itt járt az a terepszínű Filkó, az a Rubi. Azt mondta, nem hív téged telefonon, és nem küld elektronikus levelet,
mert azok nem biztonságosak a mocsatos hekkerek miatt, inkább rám bízza a titkát. Tilos röhögni. Mi már semmi sem röhögünk, sóhajtom, és tudjuk, hogy titoktartó vagy. Azt mondta, menthető a romos Winchester, csak most nem ér rá 2 napig, mert egy zizi fivér elől muszáj elhúznia a csíkot, ugyanis a minap bekapott pár gyorsítót, meg élénkítőt, meg pörgetőt, fúra csavarta a tuc-tucot, és padlógázzal tépett az úton, mert így orgazmusszerű. Kávé 1000-rel szállt a pályán, és hát sajnos lezúzott egy verdát. A verdában ülő csajnak behorpadt néhány bordája, elrepett a kulcsontja, és az egyik füléig beszakadt a szája, amúgy semmi baja nem esett. Csupán a kocsia ment a bontóba, a bátyuska mégis be akarja törni Rubi órát, és még azt is tervezi, hogy átrakja a tért kalácsát a szemére. Tudjátok, hogy a tért kalács latin neve patella? Láttunk néhány boncolási jegyzőkönyvet, felelem. Akkor jó, szóval a tök flúgos fickó most 2 napig kánforol, amint az izi fivér elutazik és békét hagy az ő patellájának, egyből jönni fog a Winchesterrel. Ja, még azt is mondta, hogy piszok sok fotó van a gépben, hát ez történt Dióhéjban. Ma is láttam a kertben Csicsi szegát, de nem állt meg nekem, mert már nem szeret. Tisztára elvadult, mióta kiköltözött a házból, a kaját bezeg mindig elcipeli a tálkájából. Az emberiség után a patkányságban is csalódtam. Üre szembe készítenél nekem egy óvodai jel kollekciót? Osztani akarod? Bólintok. Ma találkoztam egy hányás jelű fickóval. Délután láttam egy filmet egy gencsrák és egy féreg jelű fazonnal. Neked szabad így beszélni a drágalátos embertársaidról? Morrad rám. Jól van, na, virág, lepke, mackó, bombon és tündérjeleket is osztogatnék. Egyébként sosem állítottam, hogy minden ember szerethető, csak azt kértem, hogy legalább próbáld meg. Én is igyekszem. Lefürdetem Jurájent, bekenem testápolóval, felenkázás közben hasba trombitálósat játszunk. Mikor betakargatom porcikáit, már csak a tentemedvét akarja, és arcán óriási vigyorral ájulásszerűen elalszik. Édes kedves kisfiam, még nem jár, de már búvárúszkál, megüli a rendőrlovat, és bármikor lefalcol a macska ajtónát. Nemrég úgy döntött, férfiasabb italra cseréli az anyatejet, és bár a gyermekpszichológus kissé aggódik a tudattalanjáért, a tudata nem sillette meg az elmebajnok Zalmannál történt találkozást. A tévé elé roskadok. Manés szóvivő nyilatkozik Oxenham letartóztatásáról. Elkiabáltnak érzem a hírt. Gyanítom, a valódi megtorlónak sem fog tetszeni, hogy más aratja le a vetését. Sóhajtva eltökélem, hogy holnap a Morgan Klinika éttermében fogyasztom el ebédemet. Fejem oldalt csúszik a támlán, és hogy nem, bellok vállán landol. Életem mogorvája üvegtálból villázza az imént alkotott sajtos, sonkás, főtt tojásos, zöldleveles, paprikacsíkos, olívás salátát, és önzetlenül az én számba is rakósgat belőle. Mielőtt lecsöppenhetne ez vagy az, reflexesen alákap a szalvétával. Nincs más teendőm, bámulhatom a nagy érdemű memória frissítése céljából bemutatott archív felvételt a Montonház előtti rendőrkordonról, a halott szállító furgonhoz gördített koporsóról, a lakás előterében lopakodott kamera által pásztázott vérfoltokról, eldobott gumikesztyűkről. Aztán a Clifton doktor holttestének felfedezése utáni utcai sokadalom következik, majd a hálószoba ablakon át befürkésző szuperkamera képe a vérmaszatos falakról, az iszamos ágyról, a misztrefi maszkos kamaszról, Zsötiről és róla. A halott elszállítása után az operatőr bejut a hálóba, a záróképe megállapodik a szennyes ágy mellé hajított gumikesztyűkön. Ezt a tudósítást még nem is láttam, dünnyögöm. Jogszerűen kémkednek a tévések? Bízd az érdekvédőkre, sóhajt Daniel, és az arcomba villáz egy felséges falatot. A szpídógyilkosságról szóló tudósítás kerül sorra, az utcai sokasággal és a recepciós által végighány szőnyeggel, legalább megtudom, milyen fotogén a félig emésztett csülisbab. A kivégzett riporter véres ágya következik, az egyik helyszínelő elhajított gumikesztyűje koronázza a képsort. Eszembe jut, hogy nem láttam a gyilkossági helyszínek csődületeiről készült rendőrségi filmeket. A kollégák semmi feltűnőt nem észleltek a felvételeken. Valami azt súgja, nézzem végig az anyagot. Félre terelem Bellock tápláló kezét,
Elrohanok a jegyzetfüzetemért, és belevésem. Film a bámészkodókról. Kis töprengés után alávésem. Speedo laptopja.